Jó reggelt, Vietnám, csácsumi csörrészt a csokoládé, szavaztuk gyerekek, folytatjuk a Farming Simulator 100 év a mezőgazdaságban sorozatunkat, egyébként olyan, mint hogyha hazaérnék egyébként ebbe a játékba, ugye most a professional farmingot pörgetem mind az állat, kicsit olyan, mint hogyha elmennék nyaralni, és amikor hazaérsz, van egy ilyen érzésed, amikor betoppalsz az ajtón, biztos voltál már így, vagy hosszabb távra el kellett valahova utazni, és így hazajössz, hogy kinyitod az ajtót, és minden ismerős. Kicsit olyan érzésem van, amikor így farming szimulátorba visszatérek, professional farming után. Nem azt mondom, hogy rossz a professional farming, hanem az teljesen más. Érted, hogy mire gondolok? Remélem, hogy a metafora az így sikerült így átadnom. Na, viszont 1928-at írunk. A nagyvilágban hát eléggé szar a helyzet, mivel ugye az első világháború elég jól megviselte, főleg a vesztes feleket. Németországban főleg szar a helyzet, ugye a rengeteg kártérítést kell fizetniük. Emiatt különböző korrupciós ügyek is voltak, a lakosság az nem valami nagyon jól él. De még mindig a baloldali párt került hatalomra az 1928-as választásokon. Később ugye ez meg fog változni, Hitler fogja átvenni a hatalmat, és onnan már egyenes út vezet a második világháborúba. Magyarországon olyan nagyon számottevő dolog nem történt 1928-ban, annyit talán így a gépiparral kapcsolatos, és így a mezőgazdasághoz is ugye ez kötődik, hogy a Csepel sziget egyre inkább fejlődik, megnyitották Csepel szigeten 1928-ban a vámmentes kikötőt, ugye ott fogják gyártani a Csepel rengeteg gépünket, és nem, a Rába gépgyár az Győrbe van, azzal ne keverjük össze. Na gyerekek, figyeljetek, az az igazság, hogy én áthordtam ide mindent. Hát nem volt egyszerű, főleg ezeket a traktorokat, asszonykák, az még mindig itt kéria, nem tudom, hogy micsodát. Ide raktam a traktorokat, szépen beállítottam mindent. Jó srácok, hogy azért valahogy legyen így normálisan elrendezve. Ide hoztam a lapátot, ide hoztam a talicskát, arra szükségünk van ebbe a részbe. És ide hoztam végig a kocsikat, jó? És ide hoztam a kombányt. Szóval ez így körülbelül így jó. Arra gondoltam, hogy kellene akkor vennünk birkákat, és akkor a birka legelőtt fel kellene így, hát jaj, várjál, egy dolgot elfelejtett a keeper, azt meg is fogjuk csinálni ebben a részben mindjárt, instant, és ezt nem itt fogjuk csinálni, mondom, nem itt fogjuk csinálni, hanem építkezésre lenne szükségem, és szükségünk lenne, bázza, hol van az gyerekek, Az a konténereknél van? Igen, itt van. Szükségünk van egy kútra is, srácok. Az rohadtul kellene nekünk, mivel... Hoppá, közben csipogott a telefonom, várjál, picit ezt lealkítom, jó? Elnézéseteket kérte a keeper. Igen, kell egy kút, azt szerintem ide berakom valahova ide. Valahogy úgy kellene, hogy erre fele nézzel a vízkiadó része. Tök jó, 2000-be kerül. Erre mindenképp szükségünk van. Mivel ugye vízre szüksége van az állatoknak, és találtam egy nagyon csodálatos módot, srácok. Azon gyaltam, hogy fogom megoldani a vízhordást. Azért mégse egy nagy lajtos kocsi kellene, ugye 1928-ban. 1928-ban hogy hordták a vizet az állatoknak? Hát vagy vödörrel, vagy pedig ez egy szándékosan erre. Jaj, még valamit elfelejtettem, gyerekek, mert így nem tudom fölvenni ezt. Egy ilyet bekapcsolok. Egy ilyen, gyerekek, van egy ilyen kanna, és ez nagyon érdekesen van megcsinálva, én külső részben fogom ezt megmutatni nektek mindjárt, hogy ezt így föl tudod venni. És látod, hogy ott van, hogy 0 liter, hát igen, van egy ilyen probléma vele, hogy el kell indítani a motorját, mert ugye ez szinte egy ilyen járműnek számít, de szerintem rettenetesen jó, autentikus, és ott van ugye, hogy mennyi víz van benne, és ez oda tudsz battyogni szépen a izéhez, ugye a kúthoz, a frankon, oda battyogsz, és meg tudod tölteni, figyelj, 80 liter üzemanyaggal, 80 liter vizet így bele tudsz csapni, amúgy, és akkor el tudod vinni szépen az állatoknak. Hát azt mindenképpen fel kell töltenünk, ugye, jaj, várja, egy kicsit az irányítás, az nekem egy szokatlan elsőre, és akkor ugye itt frankon nézed, ezt így bele tudod rendesen önteni ide ebbe helybe. És ott van, hogy fogy, látod? És a izébe meg telik meg szépen, talán valamennyire látni is. És rendesen van neki a izéje, nem animációja, hanem van grafikailag megjelenítve, ott látni, hogy jön belőle ki a víz. Mondjuk az egy 80 literes kanna azért az kemény, gyerekek, hát ezt azért vigyelem ember, nem?
Tök jó. És akkor már a vizet meg is oldottuk. Szerintem ez különben rohadt jó, én nekem nagyon tetszik ez a modifikáció. Annyi, hogy hát ez egy járműként üzemelő dolognak minősül, mivel ugye így tudták megoldani, hogy a vizet így bele tudtad rakni, és ki tudod engedni belőle. Na jó, akkor a vizünk az már megvan, hát most már csak élelemre lenne szüksége a juhainknak. Azt meg hát figyeljetek, most ez so sorry, de ezt egyféleképpen fogjuk tudni megoldani. Mivel nincsen olyan, most én pótkocsival nem akarok, és ez, hogy autentikus legyen teljes mértékben. Igaz, hogy a Vellával kellene, de Vella meg nincs ebben a csodálatos játékban. Úgyhogy itt, srácok, kikömennünk be az, egyébként ennek viszont jó az irányítása. Kikömennünk, azt hozni kell az állatoknak egy kis cuccot. Viszont tudom, az nem lesz nagyon autentikus, de kellene rendelni állatokat. Mivel, ez nem olcsó, hallod? Nem olcsó. Miért vegyünk? Svájci fekete... Húristen, ezt meg kellene nézni, nem? Vagy minden egy ugyanolyan? Semmi? Báj... Ez most mi a különbség? Mi a különbség? Ja, hogy ez már izé? Aha! Ja, ez 0 hónapos, ez 8 hónapos, ez 0 hónapos, ja, hogy van belőle újszülött, jól van. Akkor szerintem ilyen fejéret kellene venni, nem tudom, most miért nem tudok venni? Mi az? Oké, igen. Ebből várjál, vegyünk egy izét, vegyünk amely, ez jó, hogyha van, nem, srácok? Mennyit tudunk venni? 13, 14, figyeljetek, legyen. Szeretik a puják. Legyünk egy 10 darabot, azt így tudjuk, nem? Oké. Okay. Igen. Na, szuper! Szuper, van 10 darab izé. Birkánk, ide imádom. Jó néznek ki, basszus. Szerintem farming szóval, hát a 22-ben nem is voltak birkáim. Ó, és rendesen isznak meg minden. Oké, okay, hozok nekik füvet, mert különben nem nagyon lesz izéjük, vagy szénát. Vagy szóval nem szénát, hanem inkább csak füvet, mivel ugye nem széna. Mivel ebből nem fognak szegények jól lakni, hozzuk nekik egy kis talpanyagot. Úre jó, ezt nagyon imádom. Milyen talicska ez? Eléggé retrónak tűnik. Bár szerintem inkább majdnem modern. Nálunk, amikor, emlékszem, amikor gyerekként az ilyen jellegű talicskák, azok ilyen halálmodernek számítottak, szóval tényleg ez ilyen menő talicskának számított. Jó, nem faváza volt, de ugye az a hagyományos mostani talicska az már ilyen ótvar menő volt. A legelőször ugye ezeket a izéket, ezeket a bakszekereket használtuk. Tudjátok, hogy melyik az, amiknek ilyen vas izéje van, vas kereki van. Ezt be tudom önteni? Bele kéne. Vas kereke van. Meg ilyen ugye, ilyen hosszan kettő vas, és keresztbe vannak. Szerintem bakszekérnek nevezték, nem azt? Remélem, hogy jól mondom, basszus. Ügyének néztek. Köl a birkáknak ennyi-annyi. Ja, aztán amikor már volt ilyen, akkor az nagyon menő volt. Emlékszem, amikor... az a mi a... megtellett? Emlékszem, amikor a fater vett először olyat, halál komolyan talicskát. És ugye... Volt egy ilyen rettenetesen szar konstrukció, azt nem tudom, hogy ki találta ki, vagy mi volt abban a jó, de a fater azt vette, azt tudom. Nem jó választott, figyelj, szerintem ez meg is tellett. Ez két lapátta megtelik, jó, vigyük be. Milyen mondom, hogy milyen volt. Ugye kettőfajta talicska volt, az egyik, mármint az ilyen bolti, amit már ugye tudtál venni. Az egyik az olyan volt, hogy az a tömörkerekes, tudod. Meg volt, nem tudom milyen konstrukció, de volt a gumikerekes, olyan, mármint gumi volt a másik is, de ilyen nagyon tömör, meg volt az felpumpálható kerekes. Na, a fater olyan vett, nem tudom, gondolom menőnek találta, vagy nem tudom, ja, nem ide kéne rozni. Menőnek találta, vagy nem tudom miért. Hát az egy szörnyű volt. Várj, ezt hogy kell? Ezt nem fogom tudni így kirakni. Na, ide, ezt lehet, hogy pótkocsival kell csak. Mert ugye ívetűvel kellene kirakni, de itt nincs kirakás. Itt az úgy akkor marha jó lesz, gyerekek. Akkor az úgy marha jó lesz. Akkor cseszhetem, akkor ki kell vinnem mindenképp a ízet. Rabazd be itt a talicskázó videóra a füvet. Ó, pedig az aztán nagyon jó lett volna. Ezt éltem volna a képer. Jó, hát ezt így
Oda viszem ki, nem akarom itt kiönteni. Várjátok, hogyha fölfordítom esetleg. Na most megyek még egy kört vele, bocsánat. Hát autentikus gameplay van, 1228 van gyerekek, ne várjuk itt a csodákat. Hogy izével fogunk rakni homlokra, akkor ezt nem nagyon érte. Megpróbálom azt, hogy ugye szó szerint, mint hogyha ezt ide, de várjál, ez mi? Oda mi várjál? Ah, hülye vagy képer. Ez miért nem működik? Miért nem működik, gyerekek? Na várjátok, próbálok egy olyat, hogy ezt fölfordítom, ezt ide borítom, komolyan. Hát, hogyha azt így... Ó, hát így működik, jaj, de jó! De jó, és bele is került, jó, hát hozok még egy talicskára valót. Szuper, szuper gyerekek, nagyon örülök neki. Jó, oda kerül ki a izé, a gyapjú. Ah. Igen. Jó, rájött a keeper, bocsász, fokerász. De ugye ezek elvileg még én újszülötteket vettem, ahhoz képest jó megvan a nyőve. Ezek így jöttek ki az anyjuk hasából, akkor azért gratulálok. Oké. Okay. Csináljuk meg. Még viszünk egy-két izéve talicskával. Igazából innen figyelj, akármikor ki tudom hordani az izét cuccot, nem? Hát minek, mi a tökömnek izéjek? Egyébként mondtátok, hogy azt a kombányt, azt állati erővel kellett volna hontatnom. És szerintem igazatok volt. Úgyhogy az jó nagy hülyeséget csinált a keeper. Ja, itt figyeljetek, itt mindig lekaszálom a füvet, aztán tudom az állatoknak adni. Úgyhogy ez egy jó dolog. Ez tök tetszik. Ja, azért jó ez a játék, azért jó ez a játék. Egy kicsit így izéltem, így... elcsábultam a Professional Farmingba. Mivel ott azért tényleg vannak olyan feature-ök, meg olyan jó megoldások, amik itt nincsenek. És nagyon tetszenek azok a dolgok. Viszont ez meg egy nagyon konzisztens élményt nyújt. Igaz, hogy nem annyira szimulátor, mint a izé. Inkább mondanám tényleg árkádos jellegűnek. De igen. Tényleg olyan érzés, mint hazatérnek. Tényleg, tudjátok milyen az, amikor elmész nyaralni, és ott nagyon-nagyon jó. Nagyon jó a nyaralni, de amikor hazaérsz, akkor tényleg olyan, mint amikor... Vagy amikor ide visszatérek, akkor tényleg olyan érzés, mint hogyha ez tök jó, hogy így ki lehet borítani, ez összbe jó, ez nagyon tetszik egyébként. Ennyi volt, ki is borította, nem, még van már. Olyan megkorázogatni, bele van izéve? Bele van pudvásodva, vagy mi? Hát igen, hát lehet, hogy erre számítottatok, hogy itt talicskával fogom tologatni a szajrét. De hát ez van. Mindjárt bemegyek az állatokhoz, megnézem őket. Ismertek a Kincs, ami nincs című filmet, srácok? Abban van egy ilyen felnőtteknek szóló utalás, amit most így el is fogok mondani. A gyerekek úgyse fogják annyira érteni talán, remélem. Ha igen, akkor meg úgyis mindegy nekik már. Hú, basszus, mi az izének a neve? A japánnak? A japán katonának? Kamaszuka. Amikor a kamaszukát mutatják, és éppen fej egy kecskét, akkor énekel neki, énekel a kecskének, és azt énekli, szó szerint, és ez nem valami városi legenda, meg hogy ez nem így van, meg hogy meg tudjátok nézni nyugodtan, azt hiszem még YouTube-on is felbar a kincs, ami nincs. Na, és énekli, hogy kicsi kecske, finom a tejecske, feszecs a fenekecske. Azt kell tudni ez az egészhez, hogy kontextusban legyetek, hogy az a kamaszuka az egy ilyen, nem tudom, ilyen 30 éve, vagy már talán régebb volt, ott van a szigeten, és ő úgy gondolja, hogy még mindig zajlik a háború, és így el van szeparálva, senkivel nem találkozik. Csak a kecskéjével. Úgyhogy ezt így akkor össze lehet rakni a képet, hogy miért mondja, miért énekli neki, hogy feszecs a fenekecske. Hogyha ezt tudod, hogy miért énekli, akkor már elvesztél. Akkor izé van, akkor a pokorra kerülsz. Mármint te néző. Mert akkor nagyon-nagyon-nagyon csúnya gondolataid vannak. Lehet, hogy nem azért élnek. Lehet, hogy csak simán feszes a fenekecske. De egy kicsit lehet eltértük. Lehet, hogy 18-as karikát így fel kéne dobnom most erre a live-ra. Vagy live-ra? Videóra. Egyébként nem győzöm hangsúlyozni. Este 8-kor mindig live, kivéve szerda. Szerda mindig szünnap.
Úgyhogy van kedvetek live-ba csatlakozni, mármint úgy értem, hogy nézni, akkor izé van. Minden nap este 8-kor live. Kivéve szerda, jó? Ezt így tudom, hogy még annyira nincs megszokva, mármint azok közt se, akik így nézik a live-okat, de tényleg úgy gondoltam, hogy szerdánként tartok egy szüretet, jó? Ja, úgyhogy a fater megvette azt a talicskát. Hát ez egy ilyen komplet szívás volt. Várjátok, ebben még fér. Nagyon nem jó ez egyébként. Ez a lapát körülbelül akkora űrmérettel rendelkezik, mint az a izé. Ja, egyébként tök jó autentikus az itt. Nekem ez tetszik. Kicsit ilyen Farmer Life. Farmer's Life? Tudjátok, melyik az orosz farmeres játékra emlékeztet engem most ez. Ilyen izé, nagyon fura. Jó, az a lényeg, hogy lesznek gyapjúink, ezeket így eltalicskálom egy kicsit, ne haragudjatok, tényleg nem akarok itt pótkocsival szarakodni, meg semmi. Na figyeljetek, ilyen távolságra biztos vagyok benne, hogy a paraszt 1928-ban ezt a megoldást választotta. Viszont ez a bakszekér, amiről beszélek, biztos emlékeztek, ilyen nagyon-nagyon vaskereke volt. Négy küllője volt, az is ilyen vasból volt, jó nehéz volt, egyébként volt egy előlapja, első fala, meg igazából más nem is volt oldala, hanem csak gyakorlatilag olyan volt, mint egy létrát így fogtál volna, és úgy toltad volna. És ugye, az volt furcsa nagyon, hogy ugye zörgős volt, nagyon zörgős volt a izéje, kereke, de ugye hát azt nem azt voltra tervezték, amikor azt kitalálták, akkor ilyen izé volt, ilyen földutak voltak csak. Emlékszem, amikor még, képzeljétek, még amikor én gyerek voltam, igen, tudom, menekültünk a dinoszauruszok elől. Amikor gyerek voltam, akkor még az utcánkban nem volt aszfaltos út, hanem az a fehér kavicsos út volt. És tök durva, most mesélek egy sztorit, ami egy fun fact, Keeperről nem tudom annyira, lehet, hogy nem is érdekes, de azt tudom, hogy kaptam egy BMX-et. Csepel BMX-em volt, piros Csepel BMX-em, kék szivacsokkal. Nem tudom, emlékeztek le rá. És a lánckeréknél egy ilyen króm karika volt, ilyen tök jól nézett ki egyébként, tök jól nézett ki a Csepel BMX. Ugye magyarok az durva, hogy ugye mindent is meggyártottak. Én azt nagyon szerettem a régi rendszerben, vagyis azt nagyon csodálom, hogy ugye a magyarok basszus képesek voltak mindent meggyártani önerőből, és tök jó minőségben. Az a Csepel BMX az rohadt jó volt. Ilyen kék gumia volt, és azt hiszem, hogy volt benne egy kicsi sárga a felni környékén, és króm felni volt, gyönyörű volt. Rohadt jó, keressetek rá, hogyha meg akarjátok nézni. Komolyan az egy ilyen izével simán vetekedett, egy ilyen nyugati, akár amcsi BMX. Basz, már jól nézett ki, hallod, de ilyen nagyon full volt. Na, és akkor az a BMX-em volt. Na, várjatok, ezt még hadd meséljem el, és akkor utána kitérünk arra, hogy meggyártottak mindent, jó? Az volt, hogy emlékszem rá, hogy húsvéd volt, képzeljétek, és azt a BMX-et kaptam. Az nem volt olcsó, és mi nem voltunk gazdagok. A fater az ugye traktoros volt, anyám az meg jó hülye volt, hozzávent apámhoz, tanárnőnek tanult, aztán utána meg mehetett gyári munkára, mert gyereket szült, meg mindent, tudjátok. Csodálatos életút volt nála. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy igen, húsvétra kaptam, és képzeljétek, ilyen tipikus ugye, ilyen paraszt háznál voltunk, laktunk, meg hát ugyanaz volt, és a szalma, hát nem bogjába, hanem ahol tároltuk a szalmát, egy ilyen rohadt nagy szalmabogja volt, meg ugye le volt takarva, le volt súlyozva a téglák, tudjátok, nylon, rá van ködve a mozzog, azt lóg le, tudjátok, téglák vannak rajta. Na és akkor oda volt berakva, és húsvétkor, egyébként húsvétkor sokszor csinálték édesanyám még, hogy elrejtették így a kertbe, meg mindenhol az ajándékot. Nagyon aranyosak voltak. Na, és igen, oda volt elrejtve. De még ráadásul úgy volt, hogy ilyen gyári csomagolásban, az úgy nézett ki a gyári csomagolása, hogy hát egy ilyen nylonba, egy ilyen erősebb nylon fóliába volt bele csomagolva, szinte így, mint hogyha rá lett volna olvasztva kicsit, tudod, így ilyen jó szorosan benne volt. De ugye szét volt szedve, hogy minden könnyebben legyen szállítani. És akkor a faterra összeraktuk, hú, hát nagyon örültem neki nyilván, hát azért az nagyon menő volt. Azt hiszem nem volt rajt kitámasztó. Azt viszont azt úgy tudom, nem volt rajt kitámasztó. Ja, nagyon-nagyon menő volt, tök jó volt. Piros volt, kék gumikkal, gyerekek.
Hát a BMX banditák akkor mentek a tévében, meg ilyenek, hogy sem. Te olyan menő voltál az éve BMX-e. Na, viszont faterra összeraktuk, és akkor egy, előtte nekem egy ilyen piros, mit tudom én, ilyen ruszki biciklim volt, tényleg ilyen nagyon pici, aminek még ilyen oldalkitámasztó kerekei voltak. És akkor megkaptam a BMX-et, ezt tudom, kimentünk, nálunk ilyen nagyon lejtős az utca, és ilyen fehér kavicsos volt, de nem ilyen apró kavicsot képzeljél. Akkor nem szórakoztak azzal, hogy ilyen pici kis kavicsok legyenek. Voltak benne akkora, mint az öklöd, érted? Aztán azok vagy beletöbörödtek, vagy nem, vagy éppen kifordultak, vagy nem, na mindegy. Na, én megindultam fölfele, föltekertem, megindultam lefele az a lejtőn, én olyan testem előttünk, hogy így végignyaltam az egész cuccot. Anyám ordított apámmal, hogy mi a francnak kellett a gyereknek BMX-et venni. Én nekem le volt pucolva, az orromról le volt a pucolás tűrűve, mármint le volt menve, meg a lábaimról, meg mindenhol tiszta ízűsebb voltam. Ugye az a kavics, az nagyon jó, az a fehér kavicson elesni pofára előre, mert akkor biztos, hogy szar a széje, töröd magad. És mindenhol lement. Lement a izémről, a sípcsontomról, a bőr, azt tudom, hogy a sípcsontomról nagyon lement. És telement azzal az apró kavicsa, és benn van még mindig a sípcsontomnál, a bőr alatt. Tudjátok, nem lett rendesen kipucolva, nem mentek orvoshoz engem. Otthon lebosták, betekerték valami rongyal, aztán jó világ volt. Mentették tekerni biciklivel, utána BMX-re, úgyhogy le volt csapva az orromról akkora sebb volt rajt, mint az állat. Én mondjuk ekkora orron lehet is sebb, akkora orron van, mint a bazilika kilincs. Aztán azt bennmaradt egy kavics. Úgy gyógyult be, hogy bennmaradt egy kavics. És az így benn van a csipcsontomnál, a bőr alatt. Hát nyilván már nem szedi ki az ember, és azt így tudom mozgatni benne. Szó szerint úgy, hogy benn van a lábamba egy kavics, bazza. És tényleg így egy ilyen pár centin keresztül tudom húzni, meg ugye ki lehet tapintani. És ez nagyon komoly egyébként. Aztán szoktam így poénkodni vele, így meg szoktam mutatni embereknek, vagy csajoknak, vagy akárkinek, aztán Jézus, ott van egy kavics. Hát mondom, ki tudom venni, de akkor el kell húznom fölfel a lábamon, aztán akkor a pöcsömön ki tudom venni. Azt így néznek rám, mondom, nem, csak viccelek, basszus, hogy tudnám már kivenni. Jó, hogy nem az orrom lyukán kiesik. Na mindegy, azt ott van, gyerekkorom óta, vicces. Bazza, mi volt az a kánya, meg fenn volt a pautkocsi. Jó, így eltologatom ezt. Én tudom egyébként, valaki biztos írni fogja, hogy hát ez nem volt túl produktív gameplay, egyszer volt olyan, lementünk fát szedni. Azt írta valaki, hogy hát nem valami produktív, ez történet kiépült. Hát de vassz, 1928-at írunk, bocsáss meg. Nem tudok mit csinálni ezzel most én így. Oké, van nekik szerintem bőven. Még egy kanna vizet azért lehet, hogy behozok. Ezt ide így lerakom, mert ugye általában itt fog szükségeltetni, meg a kanna is itt lesz. Jó, gyerekek? Ezt akkor ez is szerintem frankó lesz. Várjál, meg kellene indulunk. Az a baj, hogy azért nem egyszerűen mennek az irányítása. Most bármennyire is úgy lép, mint aki be van szarva. Jó, megindultunk. Figyeljtek. Ja, ilyen izé irányítása van, ilyen tank irányítása van, mint szörnyű. Na. Oké. Figyelj, kitolatok. Hoppá. Öcsém. Rájöttem kikötolatni. Ezt viszünk nekik még vizet egy kannába, jó? Hát ez gyönyörű egyébként. Ez gyönyörű, hogy kannába viszi a vizet a géperbe azért. Ez gyönyörű. Csodálatos. Tényleg. De egyébként tök jó, én nagyon élem ezt. Ezt bírom. Én szeretem az autentikus dolgokat. Most figyelj, nyilván játszott az ember úgy, hogy a legnagyobb gépekkel, meg minden, de hát azt is meg lehet unni. Akkor inkább legyen az, hogy egy folyamat legyen az egészből. Gyerekek, hát nehogy megjöttünk a konnába. Oké, azt akkor le is rakom ezt ide. A hátra lépünk egyet, előre lépünk. Figyeljetek, ennek itt a helye. Ezek itt a helye. Jó, azt ide vigyeztél ki, odébb lehet vinni, szépen. Oké, megvan a kannánk, megvan a íze, megvan. Jól érzed magad, testvérem? Fenekecske, feszecske? Oké, szuper. Valamit kellene még produktívat csinálni, azon gondolkozok, hogy mit. Meg kellene néznünk a földjeinket, mert azért azzal valamit kéne birkóznunk, nem? Gyerekek. Mindent is eladtunk egyébként. Ó, nem, ezt nem adtunk el, de egyébként ezt szerintem el fogom adni. Mert erre meg például tök nincs szükségünk. Gyakorlatilag akkor ez az egy földünk van.
Viszont valamit kéne azért kezdenünk magunk a gyerekek. Arról beszéltünk, hogy a fa termelés egyébként tök jó lenne. Fakitermelés, de nekem nem nagyon tetszene az a megoldás, hogy... Nem nagyon tetszik az a megoldás, hogy ilyen nagyon messziről kell vinni, meg azt se tetszik egyébként, hogy tudom, egy-két fát ki lehetne vágni, nem akarom. Hanem inkább lehet, hogy megvásároljuk ezt. 3800, azért letermeljük róla a fát, és akkor eladjuk. Én egy ilyenbe gondolkodna a képőr. Figyeljetek, menjünk el, valami egy darab pótkocsival fogok menni, mert ne erőltessük túl itt a gépeket. Viszont... Ja igen, egy traktort eladtuk. Jó. Úgyhogy elmegyünk a 38-as, vagy hányas terület volt az. Induljunk meg egy kicsit jobban. Most már végre ki tudtam kapcsolni egyébként a izét a... Melyikkel vigyünk fát? Szerintem lehet, hogy ezzel kéne. Ez egy ilyen faszállító, ez a pótkocsi, nem? Ezzel így... Ide állunk, aztán nekiindulunk akkor. Ja, egy kis fakitermelés jó jönne szerintem. Kéne egy kis pénzt csinálni, mert azért ne, annyira nem vagyunk jól elezve. És ugye lassan 1930 jönnek be majd a modernebb gépek. Nem azt mondom, hogy nagyon csúcs modernek, de egyébként tényleg modernebb gépek fognak megérkezni. Aztán azért nem ártana ahhoz valami kis pénzt összeharácsolnunk. Halljátok? Hova kell menni, bazze? Egyébként ezzel én nem vagyok kibékülve, hogy ez a... Hol vagyunk? Ez a földek, gyerekek. A 37-es, úristen. Itt van pont a izé mellett. Ugye, ahol vannak a méhek. Egyébként azt is tök meg lehetne menni. Jó, akkor megyünk a földúton, aztán úgy megoldjuk. Várjál, várjál, várjál itt. Azt a betyár, bazze. Mi volt ez a gödör? He! Jézus Isten, hallod? Na, ennek itt vége van, mint a botnak. Várjál, próbáljuk meg orrébb kaszigálni. Öcsém, itt van egy ilyen rohadt nagy gödör, hát kitette ide. Az útor, és az útor, érted? Nehogy jól érezd magad. Ez ki... Kioldotta meg itt. Valahogy okosba el kéne mennünk. Azon agyal a keeper. Mert ott van az a néhány fa, azt kéne kivágni. És ugye nem kell messze hordani, hanem ide. Úgyhogy pénzt kéne csinálni, mert tényleg bejönnek az 1930 körüli gépek, akkor már nagyon nem fogunk tudni mit csinálni. Tokos bevegyünk a földek között. Egyébként ez a belső nézet, ez tényleg autentikus tud lenni. Úgy. Mi ez a, mi ez? Mi ez a magas? Hosszú szárú krumpli, vagy mi? Hosszú szárú krumpli, hülye gyerek. Jó, és akkor ide is értünk szerintem. Ugye itt van ez a kis terület. Nagyon zavaró, mert a minimapon nem ugyanazok a számok vannak, mint ami amúgy van. Jó, és itt is lesz. És ezek jó, mert fenyők, ugye? Ez a pár darab fenyő, ez a miénk. Remélem, hogy igen. Ez jó lesz, ezt ki kell csapni. A izét azt lehet, hogy meg is hagyom a lombhullatót, a francia sem bele a lombhullatóba. Viszont okosba kéne vágni őket, mert ugye, hogyha nem oda vágod... Ezt meg is állítjuk. Nem oda döntöd, ahol a te területed van, akkor van egy ilyen jó, csodálatos hiba a játékban. Megnézem még egyszer, mert nézd meg, itt nincs is földnek előre, meg ugye már van 37-es ez a miénk, jó. Akkor figyeljetek, arra kéne kiburogatni. Ez lehet, hogy nem is a miénk, már... Fa. Beleütött egyet, de szerintem az nem a miénk. Ez a miénk, jó. Oké, akkor arra kéne ezt burítani, aztán akkor föl kellene vágni így nagyjából normális darabokra, és akkor ezt el kéne adni. Ebbe gondolkodtam, hogy ezzel kéne valamit kezdeni. Utána meg eladjuk a területet, aztán letermelünk róla egy csomó pénzt, és tényleg egy csomó pénz szerintem ki fog jönni ebből. Ez az, valami ilyesmire gondolt a képer. És egy kicsit produktívan. Jó, és akkor közben meg majd izé lesz. Közben meg majd termelődik a gyapjú, belepörgetek az időbe, akkor azt mindig ott fogom hagyni. És akkor meg fogjátok látni, hogy éppen mennyi az annyi. Na. Ezt meg arra kéne dönteni. Ki is kéne burogatnom őket szerintem. Mindig arra kell, hogy azért a terület közepe fele. Kidöntögetem őket. Gyerekek. Azt a betyár, ez nem volt kicsi. Egyébként van valami ló, amivel ugye tudod vontatni a fákat. Arra nagyon kíváncsi lennék kipróbálni, csak most így gameplaybe próbáljuk ki. Akkor meg lehet, hogy többen azt mondjátok, hogy hú, ez nagyon gond, hogy itt ezzel próbálkozunk.
Van egy olyan, amivel elvileg rönköket tudsz vontatni, és azzal el tudod vontatni esetleg akárhova is. És az lehet, hogy még jobban megérné, srácok, most abban gondolkodik a Keeper, az lehet még jobban megérné. Ez ilyen, olyan, mint egy ilyen LKT konkrétan. Azt meg lehet venni. Van egy ilyen modifikáció, aztán, hogy hogy működik, lehet, hogy ott be fogunk vele félelni. Megnézzük azt a lovat, srácok. Megnézzük, vegyünk egyet. Most van pénzünk, maximum eladjuk majd, tudjátok. Hát ezt lehet, ha igen, igen, ezt a fart nem szabad. Odébb kell majd vontatnunk, és lehet, hogy ez pont emiatt a ló az jó lenne. Hát nézzük meg, gyerekek, ez rohadt kíváncsi vagyok erre. Elbattyogunk, ha igen, inkább így. Inkább így. Könnyebb megoldás, gyerekek, filmdék. Várjál. Igen, a letöltéseknél. Elvileg van egy olyan, hogy ló. Egy ló mód, amivel tudsz vontatni. És ez tök érdekes. Itt van a paci. A paci. És 10 euróba kerül. Na hát ez megérte. Egy lóerős. Egy lóerős. Nem is hittem volna. Figyelj, vásárlás. Vettünk egy lovat. Azt a betya, a gyerekek. Várj, és ez hogy működik? Én most elmegyek megnézni, mert kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki. És elvileg valamit lehet ezzel rönköt vontatni, srácok. Az meg mi? Ott, azt hittem oroszlán, ott a lovunkban az, ott áll. Oroszlán! Azért az kemény lenne így a farming szimulátorban. Nem hiszed, itt a ló. Na gyerekek, ezt hogy kell majd használni? Elvileg így lehet ezt a drótkötelet így rá lehet kötni, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Na hát menjünk. Ez ugye úgy működik, hogy ez elvileg még vágtatni is tud, csak nem biztos, hogy érdemes vele. Mert így fölkenődünk a falra, de különben tök gyorsan tudsz vele közlekedni elvileg, figyeld. Oda nézzé, hopp, majd mindjárt kihúzatjuk itt. Ugye ennek a sebességét tudod váltogatni különben. Figyeld. Mondani, öcsém. Na, azért gratulálok. Hopp, itt azért be kéne fordulnunk. Rohadt jó, nem? És megpróbáljuk, hogy hogy működik. Nem vagyok be biztos, hogy sikerülni fog. A Keepernek egyébként itt is tök jó, néz, meg itt ezt meg tudod venni, és akkor itt van egy izéd. Egy ilyen állat disznóteleped. Ez is tök jó lenne megvenni. Ezeket mind meg kéne venni, lenne egy ilyen plusz cél, hogy azt kellene csinálni, hogy mondjuk legyen meg minden. Minden ilyen gazdaság, legyen meg minden föld, és egy ilyen plusz célt kialakítani, hogy esetleg akkor hosszabb is lehet a sorozat. Na, azon gondolkoztam, hogy el kéne menni arra. Nem mondod, ezt különben tök adja, én tök bírom az ilyen farming szimulátoros dolgokat, mármint olyat, hogy azért tudsz egy ilyet is benne csinálni. Nekem az amiatt tetszik leginkább, hogy nem olyan, mint a többi. Mármint tényleg... nagyon jó az izé, a mit tudom én, hogy tolatni is tud? Ah, tud, jó. Oké, akkor ebből vágjunk le egy ilyen szép darabot, és próbáljuk meg elvontatni. Az lenne jó tényleg, hogyha... Figyeljetek, a pótkocsira nem fér fel annyi, mint hogy én ezt el tudnám vontatni mondjuk a lóval. Na, ott kíváncsi vagyok, megpróbálunk ideállni a végébe. Nem tudom, nem próbáltam, úgyhogy remélem, hogy nem fogunk befélelni, de egyébként esélyt látok rá, mert azért... Néha azért nem a legcsodálatosabban működnek ezek a morok. Most miért ugrattam le a lóról? Na, és akkor ez hogy van? Várjál. Bekapcsolom az F1-et, mert most ez érdekel. Oké. Delete. Azt nézem, hogy nincs-e valami váltócsoport. Várjál. Hátrafele térkép nézett meg ilyenek. Nincsen, gyerekek, basszus. Nincsen váltócsoport. Minden van, csak az nem. Azért nincsen. Nincsen. Ez így akkor eléggé szívás. Akkor ezt megvettem a semmiért, mi? Ó, de kár! Nem hiszem el, hogy ennek nincs valami izéje. Ó! Pedig esküszöm, hogy ez elvileg működnie kéne valahogy.
Próbálom Q-val vagy valamivel felcsatolni, de úgy látom, hogy ez nem működik. Megpróbálok messzebb állni. Szóval nem látok olyan opciót. Hát ez nagyon nem jó. Aj, de kár. Mert ugye ez kell egy plusz mód. Francesen bele. Jaj, de kár. Na mindegy, gyerekek, akkor dobhatjuk meg kézzel. Csak az, hogy ezt hogy fogom onnan kiszedni, mert ugye megint bevagnod a dőlve, és akkor azt már úgy számítja, hogy nem az enyém. Aminek nem örülünk. Jó, hát ennek nem tudom, utána nézek majd, hogy esetleg neve kell egy plusz mód. Vagy a készítője biztos így van, egyébként ő csinálta ugye a többit is. Akkor tök jó lenne, hogy megmondaná esetleg, hogy mit tudok ezzel csinálni, mert én nagyon bírnám az olyan erdészetet, hogy ez tényleg úgy, mint egy ilyen kikezelítő. Ja, ezek meg, igen, oké, végre beleesett normálisan. Azért ezt eltaláltam ennek hossza, gyerekek, szuper. Ez meg lehet, hogy hosszú. Jó, hát mindegy, visszük izével. Visszük ezzel. Oda kár. Éltem volna. Érdekes, most meg jók a fák, nézd. Amit ott vágtunk ki, ugye, ott a nagyon távol az erdőbe, akkor azok nem akartak jól illeszkedni. De ezek most meg tök jól illeszkednek. Jó, hát beindítottuk ebbe a részbe izét, a birkákat. De jó lenne még, ha mellé férne és nem esne le. Azaz! Bazze, most meg jó a fizikája ezeknek a fáknak. Nem tudom megérteni, hogy néha miért csinálja, hogy nem jól működik. Tényleg nem értem. Ebből még vágunk ilyen vastagabbat, ezt meg kilógassuk. Jó, hát pénzt tényleg kell csinálnunk. Van 19 ezrünk, de ugye földünk például most nem nagyon van. Van egy kukoricaföld, amit mellette van, csak sajnos kukorica aratáshoz eszközünk szerintem nyista. Oké, jó, ezzel el kellene mennünk szerintem. Oké, merre menjünk el, tervezzük meg. Lehet, hogy ki kéne mennünk az útra, csak most meg az útra döntöttem a fát. Na mindegy, megnézzük. Ijöcsém. Azért nem van fa most, mi? Jó, most nem baj, hogyha lassan megyünk. Basszus, ez megindul. Nem láttátok a Végső állomás című filmet? Most nagyon az a feelingem van ettől. Azért itt se tudok menni, öcsém. Ó, a hülye gyerek. Akkor ugyanúgy megyünk föld szélébe, vagy mi lesz itten? Jó, megyünk a föld szélébe, vagy nem tudom. Vagy pedig egyen följebb. Nem vagyok boldog. De burogattam ezeket a fákat, basszus. Na, induljunk meg azért. Hoppa, hoppa! Le ne essé. Azért valamennyire dinamikusan próbáljunk közlekedni. Úgy gyerekek, jó. Ez jó, egyébként is látod, nem kell messze vinni. Azért ez eléggé barát így. Mert itt van kapásból a fűrésztelep. Azért nem mindegy, hogy a map másik végéről kiszenvedő az erdőből. Figyeljetek, ezeket mindenképp meg kéne venni majd. Ilyen mindenfélét, az összes földet. Lehet, hogy akkor azt kell venni, hogy 100 jól az egazdaságban, de viszont legyen meg minden. Úgyhogy lehet, hogy 2030-ig fog menni. Vannak egyébként ilyen nagyon high-tech dolgok, ilyen mit tudom, drónok, meg mindenféle. Meg olyan traktorok, amik ilyen elektromos, meg ezével működik. Mi az? Emberre is tud beleülni konkrétan. És hogy vannak ilyenek modok. Hoppá, hoppá, jó. Most egész jól működik a fizika. Jaj, gyerekek. Ebből egyébként tök jó pénzt lehet csinálni. A fa, az tök jó. Veszel egy erdőt, letermeled, azt utána meg izé, hogy Isten áldjon, tudod. Várjál, izélni kell. Hogy kellett? Ez a rossz helyre jöttem? Vagy mi? Ja nem, ide bála kell, bazze. Hülye voltál ki? De hülye voltál, bazze. Ide bála kell, egyen odébb kell. Na! Most aztán kapom az oltást, mert hogy hülye vagyok. Teljesen jogosan. Gyerekek, ez a traktor, ez szenvedés van. Ne beszélgettem az időt.
Ja, és egyébként arról akartam beszélni, ugye, hát arról mindig én ezt felhozom, ezt a témát, hogy a régi rendszerben nekem azt tetszett, mármint itt sokan így idealizálják ugye a régi rendszert, még akkor is, hogyha rossz volt nekik, nagyon sokszor ez... Kicsim, ez majdnem meg is öltözött. Majdnem meg is öltöz a fa. Sokan amiatt is idealizálják ugye a régi rendszert, mert abban éltek. És ugye azért mondják, hogy jaj, de jó volt ez a rendszer, mert ugye akkor őnekik volt jó. Olyan szinten volt jó, hogy ugye akkor voltak fiatalok, akkor voltak szerelmesek, akkor mentek bálba, akkor tényleg emiatt van egy ilyen torzult kép. De nem is torzult, mivel nekik tényleg az jó volt. És de nem azért, mert jó volt a rendszer, hanem azért, mert őkkor őnekik jó volt, érted? Hogyha most lennének fiatalok, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy ez aki most mondjuk 20 éves, az most fog, vagy majd 30 meg 40 év múlva fogja azt mondani, hogy jaj, ez a rendszer, ez izé volt, ez, ami most van, tehát 2021, az volt a jó. Értitek, hogy mire gondolok? Na, jó, össze-vissza beszélek. Ezret kerestünk, gyerekek. Figyeljetek, sok ezer, az sok millió is. Jó, menjünk vissza. Az a baj, hogy nem vagyok kibékülve itt ezekkel az útvonalakkal. Arra a görölre figyeljünk, elmegyünk erre. Jó, valami útat kéne találni ez a dologhoz. Na és igen, nekem, ja, biztos voltak nagyon árnyoldalai a régi rendszernek. Nyilván voltak, minden egyének voltak. Meg van, lesznek is. Viszont nekem az nagyon tetszett, hogy elő tudtak állítani mindent. Most például így egy dolgot említettem, a BMX-et. Előállították, versenybicikli volt ugye Csepel. Akkor mindig a Tisza cipőt hozom fel. Akkor a hifik, ugye rohadt jog voltak a régi videóton hifik, akár a hangfalak. Olyan, gyerekek, nézze, keressetek rá, hogy mit tudom én, Orion hangfalak, meg videótól hangfalak, és meglátjátok, hogy egy ilyen szobányi, olyan rekláma, hogy egy ilyen szobányi hifi cucc, hangfalak, meg minden, azelőtt pózol a hölgy, mert annyit készítettek, hogy az őrület. És volt konkurencia, mert volt az Orion is, meg volt a hif a videótól is, úgyhogy kettő cég is foglalkozott, csak ilyen rádiótechnikával és hifi technikával. És tök jó minőségűek voltak. Ugye például nem véletlenül volt a kooperációja az Akaival a Videotonnak. Volt a Videoton toronyban ugye a... Mik voltak? A Videoton hifi toronyban a bucket lemez játszó az Akai volt, azt tudom. De nem is tudom, hogy melyik része még Akai volt. Talán a deck. Talán a kazettás magnó. Volt egy olyan széria, hogy Akaik voltak benne. Rohadt jó volt. Azok meg ugye Fehérváron volt a Videoton cég, hogyha jól emlékszem. Nem, biztos jól emlékszem azért. Talán. Ez túl hosszú, ezt majd később. Vágunk valami rövidet az aljába. Ezt kikapcsolom, ezt az F1-et, bocsánat. De tényleg nincs olyan dolog, ami így eszembe jutna, és nem tudnék rá magyar példát hozni. Halál komolyan. Ugye a személyautó az nem nagyon volt. Volt puli, meg nem tudom, ilyen kiszériás dolgok, de azok is csak azért, mert hát így majdhogy nem, így sútyiba készültek. És ez ugye azért volt, mert a KGST országokban ki volt adva nagyjából, hogy az ilyen nagyobb termékeket, mint a, nem tudom én, az autó, azt ugye melyik ország gyártsa. És ugye Magyarország nem kapott erre engedélyt, hanem ugye Csehszlovákia, meg Románia, meg minden is, mindenki is kapott. Ugye ott készültek, meg ugye Lengyelországban is. Azon agyalok, hogy most milyen dolgot tudnék így felhozni példának, ami biztos, hogy nem készült Magyarországon. És így körülnézek, várjál, körülnézek. Nem tudom. Számítógép, ami előtt ülök? Volt számítógép, volt Videoton számítógép, ugye? Volt Videoton számítógép, igen. És ráadásul olyan, hogy ilyen personal computer, tehát PC volt, mindenki otthon megvásárolhatta, és azzal tudott játszani. Volt konzol, még abból az időből, gyerekek, amikor ilyen Pong játék volt,
néhány ilyen verzióval, mit tudom én, el volt nevezve, hogy tenisz, meg jégkorong, meg ilyenek, azt közben meg ugye csak a Pong volt, csak egy kicsit kis módosításokkal. Gondolom nem kell bemutatni senkinek a Pong nevű játékot a világ legelső, hát mondhatni legelső, hát ilyen számító vagy videójátékát, ami azt hiszem, hogy talán egy ilyen oszcilloszkópot csinálták meg le először, hogy keverem valamivel, hát hogy keverem. De azt tudom, hogy a Pong volt az első ilyen tényleg számítógépes játék. Bár nem is számítógépes volt, ha egyszer egy oszcilloszkópon csinálták. De értitek, hogy mire gondolom. Na, az is volt ugye, volt számítógép, volt konzol. Mi volt? Tehát ruha az rengeteg volt. Zalaegerszegen is volt például a ruhagyár, az Akó, ami inkább ilyen modernebb ruhákat gyártott, de hát iszonyat mennyiségbe. Ugye minden, nem tudom, emlékeztek-e arra, mikor benn volt a belső zsebben az a nagy, nagy fényes, aranyszínű zakó bevarrás a izékbe, a... Mi az a ruhákba? Én mindig azt hittem gyerekkoromban, hogy az azért bele van írva, hogy nehogy valaki nem tudja, hogy az egy zakó. Az közben nem, hanem maga a cég neve volt az, hogy zakó. Igen. Az itt volt Zalaegerszegen, a ruhagyár. Az eléggé sokat raktam, a tetejére már nem mentem, gyerekek. Lehet, hogy inkább tényleg ilyen lassabban fogunk itt haladni. Inkább jussunk el oda, jó? Vissza kéne mennünk ugyanazon az úton. Itt. De egyébként ez az út az ide jel ki, úgyhogy azt kellene csinálni, hogy végigmenni azon az úton, és akkor itt egyből ide érnénk, és akkor nem kéne mezőn átvágni. Ja, most még azon gondolkozok, mi az, ami... Itt van egy tévé előttem, tévé. Minimum kettő cég, Orion Videoton. Folyamatosan az ősidőktől kezdve, az ilyen nagyon kezdetleges tévékig, től kezdve, egészen az úgymond modern tévékig, amik már ilyen műanyag dobozosok voltak, meg távirányítósak voltak, úgyhogy nagyon sokáig gyártott az Orion is meg. Hát ezek mind a rendszerváltás környéken ugye lettek tönkretéve, igazából ugye úgynevezett privatizáció, amikor ugye az állami cégeket privát kézbe kiadták, eladták, és akkor ugye azzal nagyon sokat nyerészkedtek. Az ismerősök, haverok szépen megverték a cégeket, potom pénzért, utána nyilván nem foglalkoztak velük, nem csináltak vele semmit, hanem eladták, kiárulták, tönkretették, és a zsebre tették a pénzt. Ez volt a privatizáció. Nem biztos, hogy ennek szánták, lehet, hogy jó lett volna, hogyha fogták volna is ezek a, akik megvásárolták ezeket a cégeket. Ők... Gondolkodom, itt kéne elmenni jobbra, de ez nagyon, nagyon lejt ez az út. Inkább így kicsit lecsurgok itt, ezt akkor nem annyira dől el. Igen, hogyha megpróbáltak volna piaci alapon fönnmaradni és vinni tovább ezeket a cégeket, akkor jó lett volna. De ugye hát nem, sajnos nem ez történt, hanem fogták, és ezeket a cégeket kinyírták. Pár hónapon, pár éven belül minden egy tönkre ment, és kivették belőle a pénzt, és ennyi volt. Ja, úgyhogy elég, nem tudok olyan terméket felsorolni gyerekek, ami most ilyen bútorokról ne is beszéljünk gyerekek. Minden második városban volt ilyen bútoripari cég, ami ontotta magából a bútort. Nem tudom, jártatok-e Domusba. Olyan tök jó minőségű bútorok voltak, én hát nem olyan régen, hát legalább 10 éve már, vagy 15 éve dobtam ki egy ilyen Domusos szekrény sort. Gyerekek, az még mindig úgy állt, mint Katiba a gyerek, pedig az nem tudom hány éven keresztül volt folyamatosan húzkodva minden festés alatt, és nem volt sehol megnyekleve. Nem, hogy megnyekleve nem volt, alig tudtam szétverni. Nem is vertem szét, he. Az ajtókat levettem, az ajtókat alig tudtam szétverni baltába, bazze, mert olyan volt az anyaga, hogy és nem igazi fa volt, hanem butorlap volt, már ilyen modernebb volt. Biztos emlékeztek rá, hogy sokaknak volt ilyen nagyon fényes színű volt, volt belőle ilyen világos színű, ilyen talán akác, meg volt belőle ilyen sötétebb színű, de nagyjából hasonló kialakításúak voltak. És mit akartam, alig tudtam szétverni az ajtait, és a garázsba még mindig ott van a szerkezete, tehát ilyen négy részes volt. A felső részét egyébként minden egy résznek külön kell felrakni, de ilyen rohadt nehéz volt, nagyon kemény, nagyon erős szerkezet volt.
Mindig szerintem alig tud, nem tudnám szédverni, hallod? Pedig ott a párába télen, nyáron, mert mindig, bármint úgy értem, hogy párásodik is, amikor tél van, mínuszfokban, és ott áll, és van, ahol egyébként így rá is folyt valami olaj, meg minden, semmi baj a bazza. Nagyon durva. Bútorokat, azokat iszonyat mennyiséget gyártottunk. Mi az, amit nem gyártottunk, gyerekek? Most komolyan, írjatok valamit. Hát az élelmiszer, az összes élelmiszer. És az tök durva volt, a fiatalabb korosztálynak mondom, hogy nem voltak márkanevek. Ha voltak, akkor is csak azért, hogy legyen valami fantázia neve. Tehát nem azért voltak a márkanevek, hogy ezek ilyen konkuráltak egymással, mivel ezek állami cégek voltak. Hanem igazából volt hurka. Volt párizsi. Nem az, hogy volt 50 fajta párizsi, hanem volt egy párizsi, és egyébként tök jó volt. Volt turista szalámi, úgyhogy ezek a nevek, hogy turista szalámi, meg ilyenek, azok ilyen fantázia nevek voltak, könnyebb volt megismerni őket, meg hát azért, hogy valamilyen neve legyen. De például volt tej. Kész. Tej. Ennyi. Nem volt az, hogy izé, mizó, meg mit tudom én mi, meg a tököm tudja. Volt tej. Kakaó. Ennyi. Volt tej, meg kakaó. Meg voltak, tényleg így működtek ezek a dolgok, tényleg nagyon érdekes ezt erről beszélni, de meg megélni, én nem értem meg, annak lehet, hogy nagyon furcsa lehet, de tényleg nem voltak már, hanem meg mit tudom én, volt, ja, csokiknál voltak, meg ezeknek volt azért ugye, hogy tényleg meg lehessen őket különböztetni, meg hogy azért adjanak neki egy ilyen kis image, de nem amiatt volt, mert ezek konkuráltak egymással, hanem azért, mert ja, meg a izé, meg a Zalahús ZRT, az is ugye Zalai volt, hát gyerekek, az akkora cég volt, öcsém, az akkora cég volt, hogy az emberek nem gondolták volna, hogy az valaha megszűnik. Ezt halál komolyan mondom. Akkora területi cég volt, hogy utána, ez nagyon durva egyébként, ez a rendszerváltás ugye megtörtént, utána még megpróbált piaci alapon működni, hát szanaszét lopta mindenki. A kicsi embertől a nagy emberig. Mindenki az utolsó gyári munkák is lopta azért a hústornán. Azt tudom, hogy egy haverom az sofőr volt, azzal sokat szoktam így járkálni ilyen fuvarba, mit tudom én, akkor még ilyen elökörködtünk, tudjátok, így mentünk mindenfelé, ifával, igen, zalahúzsos ifával. Olyan hangja volt, hogy sér, nem lehetett beszélgetni benne, főleg lehetőbb fölfelebek, hát nem tudtál vele gyorsan menni, meg ilyenek voltak. Volt, amikor hárman szoktuk menni, úgyhogy a barátnője, én meg ő, és ugye egyikünk az földült a motor tetején. Ez komolyan, nagyon durva volt. Így feküdt föl, így hátra dőlve, ifa, úristen. És és azt akartam mondani, ő, meg az a sofőrök, hát ott akkor annyi cuccot elloptak gyerekek, hogy volt olyan, hogy a csávó jött hozzám, hogy nem tudja hova rakni be a szalámikat, hogy valahova rakja be, oda, adja oda valakinek, vagy akármi. De ilyen töménytelen mennyiséget áll. Nagyon durva volt. És akkor képzeljétek, mi volt nagyba. Na ugye akkor próbált ugye piaci lapon ez az Zalahús ZRT is így működni. Egy darabig, aztán utána azt vettük észre, hogy csődbe ment. És mi lett a helyén? Zalaegerszegen. Na akkor a terület volt, Zalahús ZRT. Aki nem zalaiaknak, hogy legyen képbe. Ugye egész országban hordta a húst, ez konkrétan itt tényleg így meg voltak adva, hogy bizonyos városok azok mit gyártanak. De ezen kívül természetesen volt egy csomó fajta ipar, de volt az, hogy ilyen nagyon próbálták így központosítani, hogy a Zalahúsnál próbálják meg szinte az egész országot ellátni hústermékekkel. Legyen az, mit tudom én, szalámi, vagy bármilyen titek. Na az akkora cég volt, az meg mi csinálott? Akkora cég volt, hogy utána végignéztük, mivel ott gyakorlatilag úgy... olyan helyen volt, ami nem így ilyen kieső helyen, hanem konkrétan így a városba, hogy mentébe. Végignéztük, ahogy lebontották, szétbontották az egészet. Rengeteg gép. Várjál, mi is készült a helyére? Elmondom, hogy mi készültek a helyére. Egy komplett úgynevezett zalapark, amiben helyet foglal. Egy darab, várjál, próbálom, hogy egy darab Decathlon, rohadt nagy üzlet, nem tudnék kimenni, kitrök erre is. Egy darab Decathlon, egy darab MediaMarkt, egy darab, azt hiszem, Kik, mellette Pepco, körülbelül egy ilyen 20 darab üzlet minimum, tudjátok, az hatalmas nagy ilyen,
ilyen park, ilyen bevásárló központnak, nem elvezető, hanem amikor rengeteg üzlet van, meg parkolók, ott van egy Aldi, ott van egy... Basszus, mi van még ott? De az Aldi az még ráadásul külön, meg a Decathlon is például egy külön hatalmas nagy épület. Ott van egy McDonald's, ott van egy Orange önkiszolgálókút, egy ilyen brutál nagy terület. Akkora helyet foglalt az Alaúz ZRT, és ledorozárolták, és üzlet lett az összes helyén. Ennyi. Ennyi volt, ennyi volt. És tényleg senki nem tudtátok elkezdeni. Ez a régi rendszerben, ezek annyira statikus és stabil dolgok voltak, hogy nem tudtad elképzelni, hogy ezek megszűnhetnek. Tényleg, az emberek nem tudtak abba belegondolni, hogy ezek mentek, mit tudom én, 30 éve, meg annyira hatalmasok, akkora grandiózusok voltak, hogy az nem gondolták bele. Gondolták, hogy lesz a rendszerváltás, jó, nem baj, de hát ezek nem szűnhetnek meg. Zalaegerszegen ott volt a bútorgyár, az is egy ilyen brutál hatalmas volt. Ezek nem szűnhetnek meg, hát mekkora, meg hát kinek lenne érdekében, hogy megszűnjön? Tudjad, kinek lett érdekében? Akik szétlopták. Úgyhogy ez így történt. Meg hát ugye a másik dolog, arra azért kitérnék, mert ugye azért az is közre játszott. Abban, hogy ugye tönkrementek, igen, az jogos, hogy ugye a rendszerváltás után megjelentek a külföldi termékek. Viszont, még hazamegyünk, addig még beszélek, jó? Viszont ugye a külföldi termékek addig, amíg az Unióba nem léptünk be, addig ugye vámkötelesek voltak. Tehát akkor azért nem úgy kellett képzelni, hogy így szabad határbejárás volt. Tehát előnnyel indulhattak volna a magyar termékek a rendszerváltás után, és csak egyszerűen nem, azoknak, akik ugye ezeket megkaparintották, azoknak nem volt érdekében, hogy ezekkel vesződjenek. Mivel rengeteg pénzt ki tudtak nyerni abból is, hogy eladták, kiárulták, kivették a pénzt, meg bármi. Úgyhogy ez szomorú dolog, de ez így volt, gyerekek. De viszont tényleg nem tudom, írjatok olyan terméket, ami ilyen meghatározó, és emlékeztek rá esetleg, hogy magyar volt. Jó? Kommentben, mert ez tök jó ez a diskurzus, szerintem erről érdemes beszélni, ezt nem szabad elfelejteni, és így ebből a kontextusban látni annyi azt leginkább, hogy mennyit zuhant így a Magyarország a rendszerváltás után, hogy oké, hogy persze nyilván modernebb, minden modernebb, viszont egy olyan ország, ami mindent elő tudott állítani magának, és most lehet, hogy nevettek azon, hogy Videóton TV-t csináltak, de akkor ugye az volt a csúcs, külföldön is az volt a csúcs, most ez olyan, mint hogy a Magyarország most iPhone szintű telefonokat gyártana, meg LCD TV-ket, meg 4K TV-ket, meg nem tudom, bármit, igazából bármit, ami most modern, érted? PS5-öket szintű konzolokat gyártana. Értitek, hogy ugyanazt a szintet tartotta, mint külföld. Hifibe ugyanazt a szintet tartotta, irodástechnikában ugyanazt a szintet tartotta. Tehát úgy kell elképzelni, mintha most gyártanánk tényleg iPhone szintű telefonokat, vagy S20 akármennyi szintű telefonokat, vagy PS5 szintű konzolokat, vagy akármilyen számítógépeket, amik világszínvonalúak. Na és onnan képzeljétek, mekkora zuhanás az, hogy most. Hát nem tudom, hogy van-e olyan cég, amelyik meg tudná ezeket gyártani Magyarországon. Meg képzeljétek, hogy ez mekkora befektetés lenne, hogy ezt tudja gyártani. Úgyhogy sajnálatos. És tényleg abba a kontextusba kell ezt vizsgálni, hogy akkor abba az időszakban azok csúcstermékek voltak. Mert ne úgy gondoljatok vissza, hogy ja, hát tudtuk gyártani Videóton TV-t, haha. Hát de akkor az volt a csúcs. Az ugyanolyan szint volt, mint ami külföldön volt, érted? Na jó, elbúcsúzom. Tök jó lenne egyébként erről beszélgetni, úgyhogy írjatok nyugodtan kommentekbe, hogy mit gondoltok erről az egészről. És hogy érdekel-e titeket ez például az ilyen témák. És nem csak a mezőgazdaság. Jó, a mezőgazdaságról majd a következő részben megbeszélünk, hogy mennyi mindent csináltunk. Na sziasztok!